Elkezdődött a bevallási szezon, így néhány határidőre fontos odafigyelni. Erről beszélgettünk Barlai Krisztinával. A NAV baranyai sajtóreferense emlékeztetett, hogy január 31-ig a munkáltatók és kifizetők már átadták a dolgozóknak a tavalyi évi jövedelmükről szóló összesített igazolást. Ez a dokumentum is szükséges ahhoz, hogy az adózók ellenőrizzék az SZIA bevallási tervezetet, mint ahogyan a kedvezményekre jogosító igazolások is, amiket február 15-ig kell megkapniuk az érintetteknek. Ilyenek az önkéntes pénztári, nyugdíj előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetések utáni papírok. Szintén február 15-ig érkezik meg az érintettekhez az adó visszatérítés, amennyiben a NAV ismeri az utalási adatokat. Akik eddig az időpontig nem kapják meg az összeget, azt a bevallásukban igényelhetik. Legkésőbb március 15-től elérhetőek lesznek a bevallási tervezetek. Hogyha valakinek nincs ügyfélkapus elérési lehetősége, akkor nyomtatott formában is akár kérheti a bevallási tervezetet, vagy SMS-ben, vagy telefonon, vagy a NAV honlapjáról elérhető nyomtatványon, vagy egy sima levélben. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen akkor hozzájusson ehhez a bevallási tervezethez. Március 16-a után már, illetve március 16-ától már csak személyesen az ügyfélszolgálaton lehet kérni a bevallási tervezet nyomtatott példányát. Májusban a legfontosabb határidő a 20-a, mert ez az SZIA bevallás benyújtási és befizetési nap a magánszemélyeknek, az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak. Barlai Krisztina kiemelte, hogy az adózók éljenek az 1+1% felajánlásának lehetőségével, akár az e-SZIA felületen, a bevallás részeként, a bevallástól függetlenül vagy papíralapon. A sajtóreferens felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki egyeztesse a bevallási tervezetben szereplő adatokat a saját dokumentumaival, és csak akkor hagyja jóvá, ha minden egyezik.